Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, én Gajdi Csottó vagyok, önök a Hír Televízió közéleti riport műsorát látják. A néhány héttel ezelőtti strasbourgi vitára talán mindannyian emlékszünk. Ekkor vált kézzel foghatóvá, hogy a brüsszeli elit nyíltan beavatkozna a magyar belpolitikába. A csörte szószólója Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke volt, aki azóta Magyar Péterrel is szoros barátságot ápol. Annak jártunk utána, hogy az eredetileg jobboldali pártcsalád milyen ideológiai pályát járt be az elmúlt évek során. Lássuk! Az európai politika az elmúlt két évtizedben jelentősen átalakult. Nem csak az Európai Parlamentben ülő frakciók összetétele változott, hanem az egyes pártcsaládok politikai identitása is. Az álláspontok sokkal inkább konkrét ügyek mentén formálódnak, semmint mélyen gyökerező elvrendszerek alapján. Így jutunk el oda, hogy maga az Európai Néppárt is, az EP legtöbb képviselő tömörítő pártcsaládja, már a szöges ellentéte annak, mint amit a kezdetekkor képviselt. A több mint 70 éves múlttal bíró jobboldali tömörülés nem csak összetételében, irányultságában is komoly átalakuláson ment át. Megalakulásához képest mostanra inkább a baloldalra tartanak, karöltve a szocialistákkal, liberálisokkal és zöldekkel. Mindig is jelen volt már a 80-as évektől kezdődően az, hogy különböző külföldi politikai aktorok, vagy kívülről jövő politikai aktorok különböző úton, módon befolyást szeretnének gyakorolni, akár a szakpolitikai kérdésekre, hívjuk lobbinak, akár pedig a kormány megbuktatására, vagy pedig megerősítésére próbáltak különböző tevékenységet elvégezni. És egy jó 20-25 éven keresztül nem is beszéltünk arról, hogy ez létezik. Hogy vannak jelen Magyarországon anyagilag, humán erőforráson keresztül külföldi érdekcsoportok, akik az elmúlt 14 évben most már elég nyíltan a kormány megbuktatására szövetkeznek különböző erőkkel. Ezzel párhuzamosan pedig létezik egy sikertelen ellenzék Magyarországon belül, amelyik akár történetileg volt hozzászokva, akár pedig a különböző kapcsolatokon keresztül próbált olyan kapcsolatokat kiépíteni, amik külföldi szereplők támogatására irányult. Ez a többség keresése jelent meg Magyar Péter és a Tisza párttal kapcsolatos álláspontjában is. A néppárti politikusok, vagy korábbi néppárti politikusok, kereszténydemokrata politikusok, KDNP-s politikusok mondták elég nyilvánosság előtt is, például Hölvényi György is azt, hogy amikor idejöttek tárgyalni, akkor a Manfred Weber annyit mondott, hogy ez egyszerű számossági kérdés lesz. Na most, hogyha egy kereszténydemokrata politikusról beszélünk, akkor lehet, hogy egy kereszténydemokrata politikusnak meg kellett volna néznie, vagy meggyőződnie arról, hogy a még amúgy formálódóban lévő új párt, a Tisza párt, milyen értékeket képvisel? Ezek az értékek beilleszthetők az Európai Néppártnak az értékrendjébe. Ezek megfelelőek lesznek-e? Nem, Manfred Webert nem érdekelte, ő csak az érdekelte, hogy a számok kijöjjenek. Érdemes megnézni, hogy miről is van szó. Nem új jelenség ez. Azt láttuk az elmúlt években, hogy a brüsszeli elit, és azt is mondhatnám, hogy a nemzetközi elit mindig keres olyan szereplőket Magyarországról, akiket ajánlhatnak a magyarok figyelmébe, cserébe azért, hogy meghatározó ügyekben igazodjanak az elvárásokhoz. Láttuk ezt már korábban az MSZP-nél, a Momentumnál, a DK-nál is, és most egy újfajta szövetség van kialakulóban, Manfred Weber, illetve Ursula von der Leyen, illetve Magyar Péter között, ami nem csak az Európai Néppárti tagságukban érhető tetten, hanem abban a szándéknyilatkozatban, amit megfogalmaztak a saját munkájukkal kapcsolatban a tiszás képviselők. Azt mondták, hogy a legtöbb ügyben nekik nincs is kimondott álláspontjuk, és egyfajta kötelesség nekik igazodni a néppárt álláspontjához. Hogyha ezt megteszik, akkor utána számíthatnak mindenféle támogatásra a média elit részéről is, a nemzetközi média elit részéről is, illetve a brüsszeli mainstream döntéshozók részéről is. Én az Európai Unióhoz csatlakoztam, személy szerint, vagy személyesen, amelyik egy olyan Európai Néppárt nevezetű pártcsaládot tudott a parlament élén, legnagyobb létszámú frakcióként, ami ezt teljes természetességgel csatlakozott
az a Fidesz, amelyik idehozza azokat a politikai nézeteket képviselte, amelyeket én is a magaménak vallok. Így tehát nekem ez hazatalálás volt akkor, egy olyan élmény, hogy végre nem csak európainak érzem magam, nem csak európainak gondolom magam, hanem Európában a vezető erő magába is fogadta azt a politikai pártot, amelyik engem idehaza képvisel. Ez egy teljesen tiszta képlet volt, és nagyon sokan voltunk már akkor is, akik ezt így gondoltuk és így éreztük. És egészen felfoghatatlan az összeomlásszerű átváltozása, amit azóta megélünk. Manfred Weber és frakciótársai a néhány héttel ezelőtti strasbourgi vitán nyíltan támadták Orbán Viktor kormányzását, a magyar állam működését, illetve megkérdőjelezték a Fidesz kormány legitimitását is. Manfred Weber nyíltan vállalta azt is, Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét támogatja, majd a magyar választókhoz fordulva úgy fogalmazott, nem Orbán Viktor, hanem ő a jövő. Ezzel pedig teljesen egyértelműen avatkozott be a magyar belpolitikába. Magyar Péternek ugyanakkor jól jön a támogatás, a hatalom megragadásának érdekében pedig az ország szuverenitását is beáldozná. Tudja ugyanis, hogy a mögötte álló brüsszeli elit komoly árat kér a támogatásért cserébe. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, Brüsszelnek bábkormány kell Magyarországon, ha pedig sikerül a bábkormányt hatalomra juttatni, akkor jönnek az utasítások és végre kell hajtani, amit Brüsszel akar. Manfred Weber, egy német politikus, egy bajor politikus, a CSU-nak, a Keresztény Szociális Uniónak az egyik politikusa. Az ő hátteréről azt érdemes tudni, hogy ő azért került rossz nyelvek szerint, vagy inkább realista nyelvek szerint az európai politikába, mert hogy egész egyszerűen nem akarták Bajorországban tudni. Tehát ő ott egy nem túlságosan kedvelt politikus volt, a pártársai sem kedvelték, és úgy került ő az Európai Néppártba. Az Európai Néppárton belül megcsinálta, úgymond a karrierjét. Ezt a karriert viszont nagyon sok kérdés keretezi, nagyon sok, hogy is mondjam, ányképet ül rá. Az egyik ilyen még az előző ciklusból, amikor átvette az Európai Néppártnak egyszerre az elnöki pozícióját és egyszerre a parlamenti frakció vezetését, nagyon sokan támadták a néppárton belül, a néppárt vezetői közül, hogy milyen jogon teszi azt meg, hogy ő két fizetés vesz föl, gyakorlatilag majdnem ugyanazért a munkáért. Legalább két olyan aktort tudunk megnevezni a néppártban, aki Orbán Viktorral szemben szívesen fellép, vagy pedig szövetkezik akár magyarországi belpolitikai szereplőkkel, esetünkben Magyar Péterrel. Az egyike, az maga Weber, aki mégiscsak is végeredményben Orbán Viktornak köszönhetően, és ez az EP vitán is ugye nyilvánosságra került, nem ülhetett be von der Leyen székébe, azaz nem lett a bizottság elnöke, tehát egy személyes sértettség motiválja a Magyarországgal és Orbán Viktorral szemben. A másik ilyen szereplő az pedig Donald Tusk, aki a lengyel miniszterelnök, és a magyar kormányon szövetséges kormányt sikerült külső segítséggel ott is megbuktatni. Szóval ez a két személy, Manfred Weber és Donald Tusk valószínűleg nagyon megörült annak, hogy megjelent egy újabb politikai szereplő, aki kihívóként pozícionálja magát belpolitikában és külpolitikában Orbán Viktorral szemben, és szerintem rajta keresztül próbálnak revansot venni. Én azt hiszem, hogy Magyarországon sosem volt többsége azoknak, és ezután sem lesz többsége azoknak, akik külföldi elvárásokhoz igazítják a politikájukat. Csak hogy ne a levegőbe beszéljünk, azért az elmúlt hetek már jó pár példát hoztak arra, hogy mi is a következménye annak a konkrét döntéshozatalban, meg az állásfoglalásokban, hogyha kapnak egy ilyen brüsszeli hátszelet. Azt látjuk, hogy teljesen elveszítette azokat a karakterjegyeit az Európai Néppárt, ami miatt tisztelni, becsülni lehetett, és ami miatt csatlakozni lehetett nemzeti pártoknak, amelyek nemzetiek voltak, keresztények, és úgy voltak demokraták. Egész egyszerűen fölfoghatatlan, nem győzöm hangsúlyozni az, ami történt, ugyanis ilyet utoljára Németországban láttunk, amikor is a
ottani nagy koalíció járt ugyanígy, és ott a németek ki is mondták róla a véleményüket, és ez meg is szűnt, nem mintha a mostani jobb lenne, az a jelzőlámpa koalíció, de azt a németek nem tűrték, hogy ne legyen különbség szociáldemokrácia és kereszténydemokrácia között. De ez a borzalom, ez valahogy az Európai Parlamentben ott ragadt, ott maradt. Az Európai Unió előtt jelen pillanatban olyan sorsdöntő kérdések állnak, mint az illegális migráció megfékezése, az orosz-ukrán háború hatásai a kontinensre, illetve a versenyképesség, amely a szankciók hatására európai viszonylatban mélyponton jár. Ennek ellenére a parlament a legutóbbi plenáris ülésén, a Tisza párttal együtt, megszavazta azt a migrációs paktumot, amely többek között a kötelező kvótát is erőlteti. Emellett több pénzt fordítanának az LMBTQ jogok védelmének előmozdítására, de további komoly eurómilliárdokat küldenének segélyezés címén az ukrán frontra is. A néppárt ezt elősegítheti, hogy nem is a belföldön, de külföldön a népszerűségét növeljék Magyar Péternek. Azt gyorsan tegyük hozzá, hogy ezek a beavatkozási kísérletek az elmúlt 14 évben viszont rendre felsültek. Pontosan azért, mert a lehullott a lepel. És azzal, hogyha Magyarországon kívüli szereplőkkel szövetkezik bármely belpolitikai aktor, különösen az ellenzékek a kormánnyal szemben, arra nagyon gyorsan fény derül. Mások ezt erősebb kifejezésekkel illetik, például a hazaárulás fogalmat is beszokták ilyenkor vetni. És erre a magyar választók nagyon rosszul rezonálnak már azokkal kapcsolatban, akik ilyen együttműködéseket kötnek. Tehát a hosszú távú politikai használat azért én megkérdőlezném. A Magyar Péter pártjával kapcsolatban lehet, hogy célszerűbb lett volna várni az Európai Néppártnak. De láthatóan őket ez nem érdekli, és ez azért lesz hosszú távon érdekes a néppárt szempontjából is, meg a Tisza párt szempontjából is, mert vannak olyan kérdések, amiben szinte biztos, hogy nem fognak tudni egyetérteni. Egyrészt a Magyar Pétert színvallásra készteti. Arra készteti, hogy vagy felmondja a brüsszeli leckét a háború kérdésében, a migráció kérdésében, egyébként a gender kérdésben, woke ügyek kérdésében, és akkor azonosul a néppárta, meg a néppártnak a mainstreamével, vagy azt mondja, hogy egyik vagy másik kérdésben, de nem mer odáig menni, és nem felel meg a néppárti elvárásoknak. Ezzel feszültség lehet a néppárt és közötte. A másik kérdés pedig az, hogy a néppárt láthatóan tudatosan szemben politizál a magyar kormánnyal, ezáltal egyébként Magyarországnak az érdekeivel, mert hogy tudatosan visszafogják az Európai Uniós támogatásokat. Ezzel pedig visszafogják, hát mondjuk úgy, hogy Magyar Péternek ez vagy asszisztálnia kell ebben a kérdésben, vagy pedig azt mondani, hogy akkor ő erre nemet mond, mert ő Magyarországnak az érdekét nézi, és nem az aktuális politikai érdeket nézi. Emlékszünk egyrészt arra, hogy hogyan tapsoltak állva annak, hogy Ursula von der Leyen többek között egy újabb 35 milliárd eurós pénzügyi támogatást követelt Ukrajna számára. Tehát miközben még nem kapjuk meg a nekünk járó uniós források egy részét, újabb és újabb összegeket biztosítanának Ukrajnának. Aztán az elmúlt napokban sokféle szavazás volt a strasbourgi plenáris ülésen, és az egyik ilyen szavazás az arról szólt, hogy mire adjon többletforrásokat az Európai Unió. És a tisztások megszavazták, hogy a migrációs paktumra kellene több pénz, vagy 10 milliárd forintnak megfelelő összeggel. Most ez a paktum, ez valójában a migránsok kötelező szétosztását takarja, és ezt turbósítanák még fel további eszközökkel a tiszások. Ha a közép az egy egységes massza, és nincs benne kereszténydemokrata vagy szociáldemokrata, még ilyen szinten sincs, mondom, elválva a kétféle nagy, történelmileg markáns irányzat, abban a pillanatban, ha ezt nevezzük, ezt a masszát középnek, természetszerű, hogy aki ebből kimarad, azt ők szélsőségesnek tudják nyilvánítani. Márpedig nem mindenki szélsőséges, aki ezzel a katyvasszal nem ért egyet, de éppen emiatt mélységesen sérti és bántja, ha leszélsőségesezik. Innen kezdve aztán mindenki rendkívül óvatos, mindenki, ha van is
önálló markáns álláspontja, azt nagyon félve fogalmazza meg, nagyon óvatosan, és ez lesz belőle, hogy egész egyszerűen nem lehet megkülönböztetni a politikai erőket egymástól. És ugyanezt történik az Európai Parlamentben mindazokkal, akik lehet, hogy büszkék lehetünk rá, hogy a magyar példát követve, de legalább megmerték fogalmazni, hogy köszönik szépen ebből, ami ott zajlik, középütt abból nem kérnek. Az Európai Parlament átalakulása azt eredményezte, hogy a korábbinál komolyabb hangsúlyt kívánt az európai választópolgárok akaratát leginkább lefedő jobboldali hangok erősítése. A választások után így megalakult a Patrióták képviselőcsoport, amely a harmadik legnagyobb frakcióként foglal helyet a Patkóban, és amelynek alapító tagja a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja is. Ennek ténye azonban komoly ellentartást váltott ki az unió vezetéséből. A Politico legfrissebb cikke szerint az a terv, hogy az Európai Bizottság saját hatáskörbe utalná az uniós források kifizetésének elbírálását, annak szempontrendszerét pedig ideológiai alapokra helyezné. Amikor Magyar Péter a hazaszeretet fontosságáról beszél, az olyan, mintha a viszkis rabló mondaná azt, hogy bankba betörni nem szép dolog. Igaz, csak az ő szájából nem túl hiteles. Mindenki tudja, hogy Magyar Péter csak saját magát szereti. Na meg Manfred Webert, mert a mentelmi joga az ő kezében van. Így lett a Peti Brüsszel embere. Mr. Orbán, you are the past, Peter Magyar is the future. Brüsszel embere mindent végrehajt, amit mondanak neki, bármilyen szerepet eljátszik, és bármit elmond, bemond, hiszen egy beteges hazudozó. Felkínálja, odaadná Magyarországot Webernek és Brüsszelnek. De ezt mi soha nem fogjuk engedni. Az Európai Parlament az ehhez képest egy ilyen nagy, növényevő dinoszaurusz képét mutatja, hogyha levágják a farkát, az csak 2 hét múlva jut el a piciny agyáig, tudatáig. Így aztán úgy is viselkedik, törzúz a választói akaratot jelképező porcelánboltban, és nem érdekli semmi, nem foglalkozik semmivel. Egy dolog érdekli, hogy az amerikai birodalmi akaratot, aminek eladta magát, végre tudja hajtani, és végre hajtassa a renitensekkel is. Lásd Magyarország, Szlovákia, vagy a Patrióta pártszövetség. Nagyon-nagyon bántó ez az egész, kezdve a folyamatos vegzálástól, egészen a pénzek visszatartásáig olyan eszköztárat használnak, amivel az Európai Unió alapító szerződéseit is fölrúgják, saját szabályaikat úgy lépik át, mintha ott se lennének, és megmagyarázhatatlan, hogy egy elvileg szövetséges országban hogyan, mi módon merik azt megtenni, hogy mind a energiabiztonságot, mind a pénzügyi biztonságot, a gazdaság biztonságát és ezzel az egész társadalom biztonságát oly módon veszélyeztetik, szándékosan, most már kimondva, nem is kertelnek, ezt a kormány meg kell buktatni. Hogy kell megbuktatni? Úgy kell megbuktatni, hogy minél rosszabb legyen az embereknek, mert akkor hát, ha szembefordulnak majd azzal a kormánnyal, akit majd mi rámutatunk, hogy ő a hibás. Ennyi fért adásunk első részébe. Most egy rövid szünet következik, de ne menjenek messzire, már is folytatjuk. Köszöntöm a nézőket, ez itt ismét a Hír Televízió közéleti riport műsora. A közelmúltban hunyt el Karsai Dániel alkotmányjogász, aki élete utolsó évét annak szentelte, hogy saját gyógyíthatatlan betegségét a nyilvánosság elé tárva társadalmi vitát generáljon a szabad életvégi döntés lehetőségéről. Az eutanázia kérdése rendkívül megosztó a fejlett társadalmakban, dacára annak, hogy léteznek államok, ahol szabályozottan ugyan, de lehetséges a halálba segítés intézménye.
körbejártuk a témát. Karsai Dániel alkotmányjogász szeptember 28-án hosszantartó súlyos betegség után hunyt el. ALS betegségben szenvedett, amely a központi idegrendszer támadja, melynek során az akaratlagos izmok, amelyek többek között a mozgásért, beszédért, nyelésért és légzésért felelősek, gyengülnek, majd a betegség előrehaladtával le is állnak. Karsai Dániel tudta, hogy meg fog halni, élete utolsó hónapjaiban pedig emberfeletti küzdelmet folytatott annak érdekében, hogy a magyar társadalom és törvényhozók vegyék napirendre az aktív eutanázia kérdését. Betegségét és az állapotát részletesen dokumentálta, így mindenki számára megismerhetővé vált szenvedése és káváriája. Az eutanázia kérdéséről pedig megindult a társadalmi vita. Az eutanáziának alapvetően több típusa van. Van az aktív eutanázia, amikor az tipikusan az orvos valami aktív magatartással oltja ki a páciensének az életét, azért mert szenved, vagy olyan állapotban van, amit ők méltatlannak tartanak. Tehát úgy gondolják, hogy ez olyan állapot, amikor már nem érdemes élni. Passzív eutanáziának pedig az a lényege, hogy az orvos megszüntet tipikusan ölési szándékkal egy életfenntartó magatartást. És ez morálisan nem korrekt, hogyha az orvosnak tényleg ölési szándéka van, viszont hogyha csak fájdalomcsillapítási szándéka van, akkor az úgynevezett kettős hatás elv alapján ez bizonyos esetekben morálisan megengedhető. Mi az élettörvény? Ez nem köthető egyetlen valláshoz sem, hanem egy egyetemes olyan alaptétel, ami minden egyes fő vallási irányzatnak a kódexében, Bibliában, Tórában, Talmudban és itt tovább megtalálható, hogy tudnék egyetlen központi érték van az élet. Nem veheted el, mert nem te rendelkezel vele. Nézem, mindannyian kaptuk az életet. Hogy nem? Megszülettünk, kértük, nem kértük. Valamit kaptunk, és azzal mi ebben a világegyetemben elszámolás kötelesek vagyunk, hogy bekerültünk a világegészbe, de ebbe a hatalmas gépezetbe úgy, hogy van egy helyünk, és ezáltal a hely hozzáköt valamilyen rendeltetéshez. Ha nincs küldetés és rendeltetés tudata az embernek, akkor valójában materiális rögzültségben csak ott megreked, hogy legyen nekem jó, hogy hedonista módon élvezzem az életet, legyenek nekem javaim, és így tovább. És aztán újjak a gödörbe, és kész. Egy ilyenfajta filozófiával az ember nem menne föl az ember magasára, arra a minőségi szintre, ahová nekünk el kell jutnunk, mert lényegében talán pont ez a megpróbáltatás és az életfolyamat összes küzdelme, hogy ki mászol belőle, hogy felülkerekedsz, hogy megoldod, hogy tovább élsz, hogy tovább viszed az életet, és az élettörvény azt mondja, nézd, milyen törékeny ez az élet, amit te kaptál. Vigyázz a sajátodra, másokéra, legyen az az első számú parancsolat, vigyázni, óvni, ne sérülhessen. Tulajdonképpen az emberi élet célja nem más, mint egyfajta küzdelem, és azt is mondja az Úr, hogy ember küzdj, és bízva bízzál. És ebből a szempontból Karsai Dániel nagyon szép halált halt. Utolsó leheletéig küzdött egy számára fontos kérdésben, és ezt le a kalappal előtte el kell is. Ez olyan emberi teljesítmény volt az ő egyre romló állapotában, ami előtt csak megemelni tudja az ember a kalapját. Úgyhogy én nagyon köszönöm neki, hogy ezt a példát mutatta. És nekem mindig az volt a nagyon fontos, hogy ő váltig mondta, hogy ő nem kérni. És ez a másik, amiről nekem elgondolkodván véleményem van. Nem is kérheti. Ember ilyet a másik embertől nem kérhet. Már ha keresztények vagyunk, azt sem tehetjük meg, hogy magunk döntsünk a saját sorsunkról.
önkezünkkel sem vetünk véget az életünknek, bármennyire szenvedéssel teli, bármennyire kínos, bármennyire rossz. Az eutanáziával kapcsolatos vita elsősorban nem abban áll, hogy az egyénnek joga van-e dönteni a saját sorsáról, hanem hogy rábízhatja-e a saját életének kioltását egy, az élet mindenek feletti védelme mellett felesküdött orvosra. Vajon képes-e bárki egy ilyen tett súlyát magával hordozni? Lehet-e bármikor biztos a döntésében, azaz már nincs semmilyen mód arra, hogy a rábízott beteg állapota javuljon, stagnáljon, minőségi időt nyerjen, aminek még van küldetése, értelme és szeretetben eltölthető. Karsai Dániel tragikus története éppen azért paradoxon, mert ha élt volna a szabad életvégi döntés lehetőségével, éppen azt a missziót nem teljesíti be, amiért az utolsó lehelletéig küzdött. Nem ismerjük meg Karsai Dániel tiszteletreméltó küzdelmét, ha Magyarországon az aktív eutanázia engedélyezett. Ez nem megváltás. Ez azt jelenti, hogy kiiktatjuk mindazt, ami az életünk része. A szenvedés és a halál az élet része. Kérdés, hogy hogyan értékeljük azt, illetve egyáltalán itt felvetődik annak a kérdése is, hogy mi az élet értelme. Mi az élet értelme valóban? És ebben mi a helye annak, ami megkerülhetetlen, a bűn, a szenvedés és a halál? Mi komolyan vesszük keresztények a valóságot? A valóság keresztény értelmezés az valami egészen más megközelítést tesz lehetővé, mint az, hogyha a valóságot csak a magunk horizontjában, csak e világban, szekuláris szemlélettel értékeljük és látjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy az emberi méltóságot a szenvedés, még a nagyon súlyos szenvedés mértékesen befolyásolja. Van a méltóságunknak egy olyan alapja, ami minden embert, függetlenül attól, hogy ő hogyan gondolkodik, megillet. Ez az úgynevezett ontológiai méltóság. Ez pusztán az emberségünkből következik, és ezt nem lehet elveszíteni. Amikor méricskéljük az emberséget, hogy szerintünk ki méltó az életre, és ki nem, akkor ez nagyon veszélyes lehet. A tévutaknak egyik lehetősége ez, hogy valaki úgy gondolja, mondjuk az az ápolónő, fekete angyal, vagy hogyan is nevezték, már nem tudom, aki például egy öreg otthon lakóit, mert szánta, mint ezt elmondta, szánta a nyomorult életüket, ezért kioltogatta szépen a mérget, beadta az öregeknek, és így elhullottak szegények, akik nem kérték volna. Na most gondolja el, hogy ha az eutanáziának a fő szempontja, hogy valahogy az, aki meg akar szabadulni az életétől kérje, akkor az eutanáziának ez a formája már a gyilkosság. Hogy ő azt feltételezi, hogy a másik, mikor nyilván panaszkodtak neki, hogy milyen borzalmas az élet, és hogy már legjobb lenne elmenni, és ez az ápolónő például teljes tudatlansággal és szerencsétlen viszonyulással úgy gondolta, hogy segít ezeken a szerencsétleneken, akik már úgy is oda át akarnak lenni. Úgy fogta fel az üzenetet. Na most itt jön az a fajta veszély, hogy valaki úgy fogja föl a másiknak a panaszát, üzenetét, hogy úgy értelmezi, hogy kéri, hogy segíts engem át a másik partra. Na most ezt a veszélyt mindenképp ki kell zárni. Egyáltalán minden részt ki kell zárni, ahol az ember valami félreértelmezés, önkényesség vagy hamis ideológia alapján akar egy másik életet kioltani. Nem a mi dolgunk az oldás és kötés. Az életet, mint szentséget ajándékba kaptuk, és csak az veheti el, aki adta. Ha valaki ateista, és ezt egy buta mesének tartja, amiről én eddig beszéltem, neki is föl kell fognia, hogy a úgynevezett alapjogok és alapértékek között az emberi élet védelmének joga és kötelessége a legeslegfontosabb.
nincs értéksemlegesség, nincs egyenlő értékek halmaza. Érték hierarchia van, amelynek csúcsán az emberi élet védelme áll. Mert ha nem az állott, akkor elpusztítjuk magunkat. Lásd a háborúkat, a gyilkosságokat, a be nem tartott ne ölj parancsát. Egész egyszerűen még így is nagy veszélyt jelentünk saját magunkra, hogy ha ezt az emberi életvédelmét tartjuk a leges legfontosabbnak. Világon összesen 13 országban, az Európai Unión belül jelenleg Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban engedélyezik az aktív eutanáziát. Ezen kívül Svájc, Németország, Ausztria és Finnország is lehetővé teszi az orvos által felügyelt eutanáziát bizonyos speciális körülmények fennállása esetén. A kérdésnek több megközelítése létezik. A humanitárius szempontok azt veszik alapul, az embernek nem csak az élethez van joga, hanem a halálhoz is. Az úgynevezett utilitarista szemlélet kisebb értéket tulajdonít az életnek, amikor annak hasznossága csökken vagy a végéhez közeledik. Ennek alapján a gyógyíthatatlan betegségek esetében elképzelhetőnek tartja a halálba segítés lehetőségét. A katolikus egyház azonban az életet Isten ajándékának tekinti, amelynek, ahogy az elejéről, úgy a végéről sem rendelkezhet az ember, tehát csak a jó Isten rendelkezhet felette. A kulcskérdés tehát az, hogy vajon ki az élet ura. Hiszen ha mindent megtehetünk, amire képesek vagyunk, akkor persze a háború, a tömeggyilkosság, vagy éppenséggel az emberi élet fölötti ítélkezés, annak bármelyik szakaszában abortusz, eutanázia és minden más egyéb átműtetés, gender ideológia és minden más egyéb ide kapcsolódik, akkor bármi lehetséges. Hol vannak a határok? Ez a nagyon nagy kérdés ebben az ügyben. Azt látjuk, hogy előbb-utóbb már nem csak a nagyon szenvedőknek engedélyezik az eutanáziát, már nem csak feltétlenül a haldoklóknak, hanem olyan személyeknek is, ezt hívják ugye a csúszós lejtő effektusnak, akik kapcsán korábban föl sem merült volna az eutanázia lehetősége, például gyermekek, vagy olyan személyek, akiknek egyszerűen mentális problémái vannak. Nagyon beszedelmes. Éppen itt most állást is foglalni másként az eutanázia kérdésében, mint semmi módon nincs jogom. Személyesen ezt mondom, hogy az életet így vagy úgy, de kioltsuk. Az egyetlen lehetőségünk, még egyszer mondom, a passzív eutanáziának azon kicsi részét tiszteletben tartani, amit a hippokrátészi eskü is megenged, hogy a már halni készülőt meg ne rángasd vissza, hanem engedd úgy, hogy ne add már azt az újabb életre keltőt, mert már nincs milyen élet, amire hívod. Bármennyire tisztelem Karsai Dániel küzdelmét az utolsó leletéig, nagyon nem értek vele egyet. Ezt a jogot nem szabad ember kezébe tenni. És végtelenül sajnálom, hogy vannak már olyan részei a világnak, ahol belementek ebbe a játékba. Nagyon csúfos vége lesz, szeretnék mindenkit figyelmeztetni. Egész egyszerűen nem lehetséges. Sem a saját szenvedéseink nem vihetnek bennünket erre a gondolatra, sem a szeretteink szenvedéseit látva, és attól szenvedve nem juthatunk ilyen végső következtetésre. Arra tessék az energiákat fordítani, hogy a végstádiumban lévő gyógyíthatatlan betegek szenvedéseit az orvostudomány egyre modernebb gyógyszerekkel, egyre modernebb eszközökkel tudja elviselhetővé tenni. Mert hogy a szenvedést is attól kaptuk, akitől az életet. Magyarországon jelenleg a passzív eutanázia engedélyezett, azaz a gyógyíthatatlan betegeket bizonyos körülmények között kizárólag az ellátás visszautasításának joga illeti meg.
tiltja ugyanakkor az aktív eutanázia lehetőségét. Karsai Dániel éppen ennek érdekében fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, illetve Magyarország köztársasági elnökéhez, hogy vizsgálja ki kérelmét az engedélyezést illetően. Az Igazságügyi Minisztérium ezzel kapcsolatos akkori közleménye úgy fogalmazott, Magyarországon az eutanázia nem engedélyezett, és nem is kívánják legalizálni. Az álláspontjuk határozott és elfogadhatatlannak tartanak minden olyan döntést, törekvést, ami az emberi élet kioltását lehetővé teszi más számára. Sorskérdésekről van szó, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy korunknak sorskérdései azok, amelyek a bioetikával, illetve az emberi személy méltóságának a védelmével kapcsolatosak. Az a korunk egyik legnagyobb problémája, hogy nagyon könnyen csúsztatás történik. Ebben az esetben is, hiszen két kérdéssel kell itt szembesülnünk. Egyrészt az alapkérdés az, hogy honnan való az élet. Mi azt valljuk, és ez az egyik alternatíva, mi ezzel azonosulunk, hívő és keresztény emberek, hogy Isten az a teremtés és a teremtő az, aki az életnek a forrása és ura. Vagy pedig a másik lehetőség az, hogy én vagyok, vagy mi vagyunk az életnek az urai, és eszerint ítélkezhetünk fölötte, vagy manipulálhatjuk azt, befolyásolhatjuk, hogy ki az, akinek élet számára jogosultságot adunk, vagy ki az, akitől megvonjuk ezt a jogát. Alapvetően kettő lehetőség van, vagy elmenekülünk előle, próbáljuk elkerülni, vagy pedig próbálunk szembenézni vele, és próbálunk értelmet találni ennek. Viszont akik már tényleg az életük végén járnak, és tényleg a haldoklás fázisába jutottak, ott a palliatív ellátás lehet egy komoly segítség, ahol a testi és lelki szenvedést is igyekeznek nagyon hatékonyan csillapítani. És azt látjuk nyugati példák alapján, hogy ahol a palliatív ellátás biztosítható magas színvonalú, ott a betegek nem járulnak olyan arányban eutanáziához, mert biztosak lehetnek abban, hogy a sok esetben a nagyon nagy fájdalmuk az csillapítást nyerhet. Ugye, amikor valaki például kómában van, de nyilvánvaló, hogy a másik ember felelőssége dönteni azon, hogy mi történjék vele. Önrendelkezési joga egy eszméletlen embernek nincs. Amíg van önrendelkezési jog, addig tényleg azt hiszem könnyebb az állásfoglalás, mert az illető meg tudja mondani, hogy mi az, amit kívánna, és ugye hát a Karsai Dániel esetében is arról van szó, hogy egy ragyogó, tiszta elme, amelyik egy magas színvonalú ember, aki a saját nyomorúságának a perspektívájában tudja, hogy az út, ami ki van jelölve a számára, az a megsemmisülés. Tehát tökéletes a vele való együttérzésem, újra szeretném mondani. De mégis az más, amikor az ember egy kérdésben állást foglal, mert akkor nem csak egy emberről van szó, hanem akkor rögtön mögötte láthatja az ott sorakozókat, akikkel bármelyikkel egy visszaélés történik. Már nagyon súlyos a hiba, mert nem védhetünk az élettörvény ellen. A jogot emberek találják ki. Az ugyanolyan korcs lesz, ugyanolyan sebezhető, kijátszható, mint bármi más, amit ember talált ki. Az élet az teljesen más. Az egyrészt maga a csoda, másrészt, ha keresztények vagyunk, szentség, ha meg nem vagyunk keresztények, akkor is még egyszer mondom, foggal körömmel védendő alapérték és alapjog. Az élethez való jog. Halálhoz való jog nincs. Ne is legyen. Teljesen kifordítása mindennek, amiről az ember élet szól. Mai adásunkban. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Bízom benne, hogy a jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban találkozunk.
Várom önöket a viszontlátásra!